Az István a király az őszi időszak egyik jelentős előadása az operában, amit egy évvel ezelőtt októberben mutattak be Szinetár Miklós rendezésében. A slágeres, jól ismert dalamokat Gyöngyösi Levente zene szerző operisztikus átiratában itt a Fricsai Ferenc stúdióban rögzítették is. A mostani felújító próbákon a novemberi előadások új szereposztásából is szemezgettünk. Balcó Péter új belépő, Torda, azaz Koppány vezér fősámánjaként lép majd színpadra. Kicsit keményen kell énekelni, de pontosan abban a magasságban van, ahol nagyon-nagyon jól átszól, jelentőségteljes, komoly kijelentéseket tesz a Torda. Hatásosnak kell lennie. Véres kardot hoztam, őseim véres kardját! Az egy éve debütált opera változat ritmusában, dallam és énekvezetésében megmaradt rokkosnak, népdalszerűnek vagy balladisztikus hangulatúnak. Balcó Péternek a Mester és Margarita címszerepe után ez jól illeszkedő feladat. Nekem ez a két előadás, ez a két szerep most nagyon szépen és jól jön egymás után. Gyerekként vagy fiatal felnőttként azért elég sok rockzenét hallgattam, tehát én magát a műfajt azt nagyon szeretem. Rézs utazni kell, és a rézsukból is csalni. Váltsatok kifele. Igen. A mű akár lehetett volna operisztikusabb is, de Gyöngyösi Levente zeneszerző ettől eltekintett. Olyan felkérés kapott, hogy nagyon ragaszkodnia kell ütemszámra mindenre az eredeti műhöz, ezért nem lehetett neki lefordítani az opera nyelvére igazán, csak áthangszerelnie, de azért ez is óriási munka volt, és szerintem nagyon jó mű született. Nincs hozzá senki méltó, nincs férfi jobban vonzó. Az a rész van soron, amelyben Koppány a pogányok vezére mindennapi életébe és asszonyaival, Boglárkával, Enikővel és Picúrral kapcsolatos dilemmáiba enged betekintést. Itt karaktereket kerestek leginkább, és Koppány három felesége, az koncepció volt, hogy azért ezt hagyjuk ki, hogy nagyon dekoratívok legyenek, mert ez rettenetesen nagyképűnek hangzik. De hogy a színház legszebbjei. A színház legszebbjei. Nem, de hogy alapvetően a Koppánynak nyilván a felesége jó csajok. Erotikusan kell előadni azt a... Tehát mindenhogyan ének, technikailag is, zeneileg is, meg játékban is. A nagy magasságokban is fénylő hangoknak szólniuk kell, mert vastagra hangszerelt mögöttük a zenekar. Mint Molnár Leventé, aki Koppány szerepében lép az előadásba. Engem a hideg kiráz, és ez a lényeg. Én sem vagyok sporolós, tehát biztos, hogy mindent bele fogok adni. Mindenki arra gondol, hogy az operában és akkor szépen megúszunk minden. Ezt nem lehet. Pogánynak tartanak, mert nem tűröm a papok hatalmát. Tűnt kiáltanak, hogy szabadságát védi az ország. Akkor a felüdülés nekünk operásoknak valami sláger dolgot csinálni, ami egy picit közelebb áll az emberekhez. Ebből a szempontból baromira jó ötlet volt. Tudod, hogy engem hatalom vágy, nem aki. Az aktuális novemberi előadásokon a Wagneri lírához szokott Nyári Zoltán igyekszik a főszereplő emberi oldalát felerősíteni. Nem volt nekem ez benne a szerepálmaim között, mielőtt így 5 éve Wagnereket énekelek, de hát figyelj, óriási megtiszteltetés, mégiscsak az első magyar királyunk, és mégiscsak egy hihetetlen ellentmondásos figura. Amikor volt a Királydombon ez az ősbemutató, semmifajta pszichológizálásról nem lehetett benne szó. Ebben azért már lehet szó, egy kis pszichológizálás, hogy anya-gyerek viszony. Az eredeti rockoperában Sebestyén Márta által megformált Réka, Koppány vezér keresztény lánya szerepében pedig Helyter Melindát láthatják majd.
egy lírai szereplő van szó, sőt a rendezésben kifejezetten Réka, hogy ki van egy kicsit ragadva, mert ugye van ez a vért vagy valós szerelmi szál István és Réka között. A színetár tanáró meg pont azt akarta, hogy ez ne legyen annyira kihangsúlyozva, nincsen fizikai kontaktus sem köztük. A műfaj ötvöző nagyszabású darab várhatóan most is hatalmas sikert aratt, az érdeklődők az Erkel Színházban nézhetik és hallgathatják a magyar história egyik alaptörténetét.